Lobóváriak majálisát jókedv, összefogás, finom ételek és zene jellemezte. Mai napon a civil majálison veszünk részt. Ugye ez a civil tanács által szervezett rendes évi második program, amivel ugye megünnepeljük a munka ünnepét. A mai napon 19 egyesület vett részt a főzőversenyen, közel 370 fővel, ez igen szép számnak mondható, ugye a Dombóvári civil társadalom viszonylatában. A Dombóvár város civil tanács elnöke elmondta nekünk, hogy mi a rendezvény fő célja. Ugye a rendezvénynek még a fő célja, hogy a városunkban működő civil egyesületek még inkább szimbiózisba kerüljenek, hiszen itt lehetőségük van egymás főztét megkóstolni, valamint kötetlenül beszélgetni egymással. Így erősítik a további kapcsolataikat. A Sárpelisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület az egyórás produkcióban egy teljes sárközi lakodalmast adott elő a Bátai Pántlika zenekar közreműködésével. A Tolna megyei Népműszaki Egyesület a Hagyományok Háza hálózatának a tagja, és a Hagyományok Hálózatát bízta meg a Petőfi Kulturális Ügynökség arra, hogy folklór gálákat szervezzen az olyan Tolna megyei járásokban, amelyek valamilyen szempontból hátrányosabb helyzetűek. A négy tagú zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hiszen sokféle és ízletes ételt főztek a versenyben résztvevők. A zsűri szokás szerint a étellap bírálati lap szerint megy, tehát ami az interneten is fölállható bírálati lap, 5-5 pontot tudunk minden egyes kritériumra adni. Itt az étel állaga, íze, az étel hőmérséklete, külleme, tálalás minősége, már az is fontos, hogy nem műanyag tányérba hozzanak nekünk, meg nem műanyag kanállal kóstoljunk, hanem legyen egy terítő, egy abrosz az asztalon, vagy akár más díszítése az egyesületre jellemző emblémák kitétele, ez is minket nagyon befolyásolhat. És van egy olyan, hogy összbenyomás, ugye van, aki a sósat szereti, van, aki egy kicsit csipőset szereti, tehát ez egy összbenyomás alapján döntünk. Összesen 30 pont adható, és hát eddig még 20 alatt nem adtunk, úgyhogy nagyon jó ételeket főztek az egyesület tagjai. Szokásosan a tavalyi évhöz, tavaly előtt évhöz, úgyhogy meg vagyunk elégedve a teljesítményükkel eddig legalábbis. Hát nagyon nehéz lesz a döntés, csak 3 ételt tudunk eredményesen értékelni, de én bízom benne, hogy a többiek se fognak ezen megsértődni, mert itt a részvétel a fontos, és a szórakozás és a jókedv a társaságok összefogják itt a mai napon a város közönségét, és nagyon jó fellépők voltak, ami szintén nagyon tetszett például nekem is. Balaskó János elmondta, hogy vegyes pörköltet készítettek amolyan jó zenész módra. Természetesen az első helyet céloztuk meg, de az se baj, hogyha a végén mindenki megeszi ezt a pörköltet. De lehet, hogy az is, első díj lesz. A jókedélyű hölgyek csapatát, akik a Help Dombóvár Egyesületet képviselik, kérdeztük, hogy mit főztek. Pincepörköltet készítettünk csapatostól, mindenki beleadta, amit tud és amilyen van. A házi szalonnától elkezdve a házi paradicsomlé és lecsóig. Szerintünk, tehát ahogy mi szeretjük, úgy elkészítettük, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó. Ha nem, akkor... Miután elég jelentős létszámmal jelentkeztek, és úgy gondoltuk, hogy ez egy bográsban nem fog beleférni, és volt lehetőség, hogy babot is kapjunk, így főztünk egy babgulyást, meg egy sertés pörköltet. Páldi Edét arról kérdeztük, hogy milyen a társaságuk hangulata ma. Ha van ennivaló, innivaló és jó a társaság, akkor törvényszerű, hogy az ember jól érezze magát. A nagyszerűre sikerült rendezvényt és példamutató összefogást a szervezők folytatni szeretnék jövőre is.